Annyira büszke vagyok, mert első körnél majdnem, hogy feladta, de gyönyörűen megfogtad, és a pisztrásnak meg 100%-os ez volt a meló kiadva, amit elműve, majd megcsináltatok. Jó. Te hallod, én fölvettem oldalt a trappot, egy gyönyörűen trappol. Hát jó, hát tudja, be kell melegíteni. Gyertek itt egy nagy kör, drágáim. Ott rendesen. Megyek veletek, tudod, a apuci szeret sétálni. Kilométeren van, Vilike is nagyon szépen ment. Jó, megreggeliztek. Aha. Igen. Miket találtok itt ki? Van ám még. 14 lovat számoltam. Nem viccelek. 14. Innen lentről a két Jani, Lalianga, Sampi. Az 4. Föntről folytatom. 3 kanca. Így van. 3 kanca, az már 7. Mindjárt mondom. A 3 szőrmog, az már 10. Ugye? Mehettek itt, drágáim, csak pofázok. Már a tóbén kiszámoltam. Marci 11. Ugye? A Vajant 12. Na? Kopa 13, Messia 14. Hoppá, itt a kompjúter, nem kell ide más. Tessék? Hogyne? Ha jól mondtam, hogy 14. Na ügyesen, lenyugodtak, leszáradtak, nagyon jó volt. Jó, akkor ott el a lantokat. Jó, a meló is tetszett, drágáim, reggelizzetek. Átad mindig a munka csóri embernek. Bemutatom egy kedves barátomat, Rácz Attilát. Masszőr, nőket is. Tessék? Nem járul hozzá. Mivel, hogy közszereplő, nem járul hozzá. De mi vagy közszereplő, így hopp, itt van. És nem néz ki rosszul a csávó. Hát, na, ha nő lennék, nem gondolkodnék. Ennyi. Jó masszőr is, jó tréner is. És ott meg a Lajos. Emlékszel, amikor eloptátok a lovamról a nyerget, most jutott eszembe reggel a Pepóval. Meg a Translit, bazd meg. Na várjál. Tényleg. Leesett a Béla télin. Szaladt haza a ló, bement oda a szérüskerthez. És hallod, egy 20 perc szaladt ki a lóibrikbe. Se kötőfék, se trenzli, semmi rajta. És utána oda mentünk a cuccokért, itt nem. Letagadták bazd meg. És most jutott eszembe, 20 éve volt. Na várjál, ennek folytatása lesz. Attila, hogy áll neked te? Hogy emelkedik az a padló? Azt akkor... Te mindig ilyen jelzéseket adsz, ugye? Ez egy jelzés volt, és na, nincs miről beszélni.